A 20-as, 30-as évek Amerikája. Pezsgő élet, felhőkarcolók, automobilok és a jazz. Ebben a világban született a Ragtime, ez a mindmáig megmúlhatatlan zenei világ, hála Scott Joplinnak, James Scottnak vagy George Botchfordnak. A műfaj népszerűsége csúcsát még a gramofon megjelenése előtti időkben élte, aztán majdnem eltűnt, de a 40-es években újraélett, és egyre több jazz muzsikus építette be repertoáriába a Ragtime-ot. 1980-at írtunk, mikor Magyarországon létrejött egy zenekar képzett muzsikusokból, akik szívügyüknek tekintették a stílus népszerűsítését. A Budapest Ragtime-ben, azóta a világ számos pontján, így az őshazában is megmutatta, milyen a Ragtime érzés. Szerintem a Ragtime egy örök, olyan örök stílus, ami a mai napig életben van. Nagyon nagy szeretettel játsszák Ragtime zenekarok, klasszikus zenekarok, fuvos zenekarok, szóló zongoristák, ugye főleg arra íródott annó. Ez egy örök műfaj, azt hiszem, és a jazz, ami nagyon nagy dolog, hogy a jazznek az egyik gyökere volt, az egyik alapító műfaja. Szerintem a vidámsága, a ritmusossága, az, ami árad belőle, az a fajta életerő, és az, hogy jól formálható, tehát mindenféle zenekar meg tudja magáévá tudja tenni, kicsit modernizálni tudja, van, aki hagyományosan játsza, ugyanúgy, ahogy régen, talán ezek. Teszik örök életűvé a műfajt, mondta a gondolatait Gájer Ferenc, az együttes vezetője. Nagyon kevés olyan zenekar van már, mondja, aki megtartotta a hagyományokat. Mindenki megpróbál valami újdonságot becsempészni, és ez alól mi sem vagyunk kivételek. Akkor, amikor tulajdonképpen kikerült a színpadra a Ragtime, tehát amikor meg az a 10-10-valány Ragtime meghangszereltük, és akkor láttuk, hogy a közönség egy picit vágyik másra is. Talán azt a szót is használhatnám, hogy unalmas 15 Ragtime-ot egymás után meghallgatni. És így került be a rokon műfajok, a tradicionális jazz, és hát már említettem az előző riportban, hogy mi játszunk ilyen vidám feldolgozásokat, úgymond opera, klasszikus zenei ismert dallamok feldolgozásai, de az is inkább a klasszikus zene elvárásainak megfelelően adjuk elő jazzesen. Első a zene, nagyon első a zene, tehát az, hogy itt kiváló muzsikusok vannak, és sokat dolgozunk, próbálunk, be van állítva minden zeneileg. A poén az csak utána jöhet, és ott azzal is vigyázni kell, hogy ne csapjon át lipacskodásba. Ha csinálsz egy jó produkciót, és látod a visszajelzéseket, és meghívnak még eladható, amit csinálsz, mert ugye a szervezés az nem vonható ki ez alól, akkor ez az útja. Ha elmegyünk egy amerikai Ragtime fesztiválra, ott viszont elvárás, hogy legalább 70-80%-ban Ragtime-ot játszunk különböző feldolgozásokban, de ott sincs már vegy tiszta Ragtime zenekar. Szóval ügyesen kell keverni a lehetőségeket és a műfajokat, és szórakoztatni kell, de nagyon magas minőségben. Ez a kulcsa a 40 éves Budapest Ragtime-bennek is.